Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és a 259. alkalommal ültünk rákossal megbeszélni, hogy mi történt a játékvilágban ezen a héten, és a múlt, múlt héten, éten, meg az előtt hét második felében. Éppen egy Halloweeni buli közepén vagyunk, úgyhogy lehet, hogy tudjátok, csak így leültünk kicsit podcastot venni, ha itt tart a buli, de éppen, éppen ilyen kis landyi, meg, meg szarzenéket játszik a DJ, gondoltuk leülünk podcastot venni egy ilyen Másfél órára, úgyhogy ha behallatszik a parti hangja, akkor ez azért van. Nem azért ültünk le, mert kezdték észrevenni, hogy minket nem hívtak meg, és mégis itt vagyunk, és el kellett bújni egy szobába? Okay. <laughs> Jó, van, nem sok időnk van, vagyis sok időnk van, meg sok hírünk. Kezdjük a mindenki kedvencével. A FIFA-val. A fifa, a FIFA természetesen. Csak egy rövid mínuszos hír. A fifa, a FIFA beszéltünk ugye a múlt héttel előtt, uh -huh. két héttel ezelőtt, úgyhogy gondoltam az a fair, hogyha megint így pontosítjuk az azóta kiderült dolgokat. Szóval ugye kérdeztük egymást, és nem tudtuk, hogy mennyiben fogja érinteni a, 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 a FIFA-t licensz szempontból ez az egész váltás, és elvileg két módon érinti, hogyha tényleg a FIFA kihátrál mögüle, illetve keres egy másik, másik stúdiót, hogy csinálj egy másik FIFA játékot. Egyrészt magát a FIFA nevet fogja elveszíteni a, a, a sorozat, uh -huh. a másik pedig a világbajnokságos licenszjogokat. De ezen túl minden mást gyakorlatilag megőrizhet. Én, 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 az, én. azt bírtam az egész <laughs> hírben, hogy amúgy jött egy ilyen kicsi kiegészítés, a FIFA-tól egyenesen, és általában az szokott lenni, hogyha ilyen biznisz kapcsolatok kicsit megromlanak, vagy megszűnnek, akkor is próbálnak kultúráltan kommunikálni egymással, mert ki tudja, lehet a jövőben kibékülnek, és akkor uh -huh. cinkes, hogy előássák a cikkeket, hogy mennyire utálták egymást. A FIFA azt mondta, hogy amúgy ja, is, amúgy is szerettük az ilyet, amúgy is egy banda volt, mint mi, úgyhogy nem is baj. És hát ez, ez elképesztő, Tehát a, a FIFA mindig meg tud lepni. Ja, és tényleg ne legyen itt félreértés, nem az a baja a FIFA szervezetnek az ével, hogy szárán monetizál, meg, meg, meg botrányok vannak körülötte, hanem az a baj, hogy ők ebből nem látnak annyi pénzt, amennyi, amennyit lehetne látni. Úgyhogy valószínűleg érkezni fog egy új AAA foci sorozat, I guess. Nem tudom pontosan mikor, vagy hogy vannak ezeknek a szerződések, hogy vannak, de az biztos, hogy jön még egy uh, virtuális kaszinó. De várjál! Igen? Olyan értelemben, hogy uh, újra keverik a meglévő FIFA-t, vagy úgy érzed, hogy az É mellett valaki még megint ringbe száll? A FIFA meg fog keresni egy másik stúdiót, hogy csináljon neki kaszinót. És átszáz a foci játéknak, ez biztos. Tehát most konkrétan mm -hmm. a körül áll a a bal hogy a FIFA több pénzt akar, mert látja, hogy ebben több pénz van, az É meg azt mondja, hogy kinyalhatják. Úgyhogy biztos vagy hogy, nem sokára egy új stúdió fog, egy új stúdiót fog megkeresni a FIFA. Ami az elképesztően dupla-tripla csavar lenne az egészben, hogyha az e futballból csinálnának <laughs> egy, egy új FIFA, FIFA játékot. Az is egy lehetőség, bár ott, ott már egy süllyedőhajóról felszállni eléggé egészen fura lenne. látom a lelki szemeim előtt, hogy. Yves gimó vagy hogy hívják a Ubisoft elnöke, mm. már így elkezdett simulni FIFA felé. Hello, Ka! Mi tudunk játékokat fejleszteni, nem csak triplát. világu világú fociát. Hanem... <laughs> hanem, hanem játékokat fogunk játszani. És fel kell máson a stadionok tetejére, hogy a térképet kiold. <laughs> jó lesz. Jó lesz, jó lesz. Nagyon várjuk szeretettel. Lesz majd Time saver benne, hogy ne kelljen végigjátszani a meccseket. Ja. <laughs> Aztán uh, szintén két héttel ezelőtti hír, hogy uh, kb. azután, hogy felvettük a podcastot, ezúttal a Nintendo döntött úgy, hogy ideje sajtótájékozatot tartani, és uh, beszéltek dolgokról. Két nagyon fontos dolog került szóba, az egyik az Animal Crossing, a másik pedig a saját kis előfizetéses dolga. Ugye a nintendo van a Switch-re egy ilyen előfizetéses, nem tudom, milyen neve pontosan, online subscription rendszere amin át uh, régi játékokat tudsz játszani. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a Game Pass, csak nagyon-nagyon régi játékokhoz. És uh, bejelentetek hozzá egy kiegészítőt. Ami szerintem egy, egy nagyon érdekes koncepció, tehát konkrétan így hívják, hogy Expansion. A ki, a, a, az előfizetéses szolgáltatásodhoz egy kiegészítő DLC. De mi, mi, hogy? Hát ez úgy, hogy nem bővítik a meglévőt, hanem azt mondják, hogy ha te szeretnéd Bővítve látni ezt a library-t, a, 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 ezt a, library a könyvtárat, akkor fizes nekünk még pluszba. És hogyha fizetsz, akkor a Nintendo 64 és az, és a Sega Genesis játékaival ö, bővül a te választható játékaid. Széles választéka. Palettája. De gondolom ezt a havonta újra kell fizetni. Persze. És te ne, nem, nem szóltak nekik, hogy ilyen lép és előfizetések már léteznek. Tehát az, hogy a különböző árkategóriák léteznek. Ez különböző árkategória. De hogy. Akkor Egyben, miért de kell olyan elnevezni, hogy utána mindenki arról beszéljen, hogy mekkora kreténség ez, miközben ez, ez már egy létező bevet szokás, más cégeknél is. A Netflixnél is úgy fizetsz, te ezt jobban Csak tudod. Csak az minőség. Hát o, oké. De Olyan te nem, te nem nagyon van, hogy hogy az nem elérhető neked az egész. Tudsz ilyet mondani? Igen. Az EA Play, és az EA Play Plus, vagy micsoda, De. ott is az van, hogy vagy fizetsz 5 dollárt egy kisebb csomagért, vagy 15-öt egy nagyobb csomagért. Na, hát a, általában a nintendo el lehet mondani, hogy nem ennyire tudatosak, hogyha Nintendo-ról van szó, és örömükben a següket csapkodják a betonhoz, hogy most már játszhatnak a Dr. Mario 64-jel, a Golden Axe-el, és a Street of Rage 2-vel. Meg még számos további játékkal egy ilyen két tucat játék érkezett egyelőre, ami természetesen bővülni fog a jövőben. Hát, most erre mit mondjak, hogyha nekik megéri, akkor persze csinálják. Engem jobban zavar, hogy miért kommunikálnak ennyire hülyé. Miért kell mindig Nintendónak lenni? Legalább... Mert, mert baromira bejön nekik, hogy ők a Nintendo. Jó, végül is lehet, hogy... Ezzel több mindenkihez eljutott a hír, nem pedig csak úgy, hogyha beharangozzák, hogy most már van egy magasabb bárkategória több játékkal. Szerintem pontosan leszarták ezeket a, ezeket a szempontokat, csak kitalálták, hogy ez egy expansion. Tehát nem nézték, hogy mások hogy oldják ezt meg, meg milyen megoldások vannak a piacon. Azt mondták, hát jöhetne az N64, meg azt Sega a Genesis, de hogy több pénzért hívjuk expansionnek. Ok, csináld meg egy a grafikát, azt holnap bejelentjük. Ez szerintem ennyi volt hét. az összes gondolatmenet mögötte, mert ugye úgy is felzabálják. És uh, még egy része van ennek a, az egész csomagnak, ez pedig a legérdekesebb, az Animal Crossing első fizetős DLC-je. Ugye nagyon sokáig beszéltük itt is, vagy nagyon sokáig tartott, hogy nem igazán frissült be a, az Animal Crossing, jött két év meg a játék konkrétan. És uh, jöttek hozzá mindig. Ilyen tavaszi update-ek, meg ilyen apróságok, de olyan nagy frissítés nem jött. És most bejelentették azt, hogy érkezik egy igazi nagy frissítés csomag, rengeteg újdonság, de tényleg nagyon sok. Tehát ilyen fél órán mutatták, hogy milyen újdonságok lesznek. Utolsó öt percre már elkezdték ismételni önmagukat, de összességében nagyon bő és nagyon, uh, nagyon szép ingyenes utolsó update érkezik. Viszont, ahogy mondták, az utolsó update lesz ez, innentől kezdve már csak, tudom, én, a seasonal contentek fognak ismétlődni, és nem jön ingyenes update tovább. Ezzel az a, az a különös, vagy az érdekes benne, hogy um, így fogalmaztak, hogy ez az utolsó ingyenes update, és aztán utána mondták, hogy na, és itt van az első DLC. És most senki nem tudja, hogy ez azt jelenti hogy leállt a fejlesztés a játéknak, vagy ez volt az ingyenes periódus, és mostantól kezdve DLC-kel fogják bővíteni az, ezeket a, a, az egész Animal crossing -ot. Hát, hogyha ennyi volt az ingyenes periódus, elég hosszú ingyenes periódus volt, nem? Bár elég nem elég volt olyan hosszú volt, mint de ez is ezt érted ilyen Nintendo dolog, hogy nem az, hogy kiad egy ingyenes update-et, meg egy DLC-t, hanem először két évig csak ingyenes update adogat, aztán utána jön a DLC periódus. Ja, hát úgy ingyenes, hogy meg kellett venni 60 dollárért. Azért természetesen a játékot. És uh, amúgy, amúgy izgalmasnak tűnik. Tehát látszik, hogy van benne gondolat, és nem is gondolom, hogy egyébként ezt tovább lehet már bővíteni. Szerintem ez ilyen utolsó. De, tehát tényleg ez a fizetős DLC az utolsó lépés, így hogy teljes legyen az Animal Crossing csomag. Mert uh, olyan fundamentálisan. Tehát olyan típusú ez a, ez a DLC, amit nem lehet még egyszer ugyanígy ellőni. Arról szól, hogy te el tudsz menni más szigetekre, és akkor ott vannak mindenfajta állatok, és akkor mondják, hogy "Olyan én, én bambuszos házat akarok. És kapsz egy csomó túlt, hogy úgy rendezd össze a házát, ahogy szeretnéd. Gyakorlatilag ilyen, ilyen van az a japán csaj, a lakberendező, na, olyat játszhatsz ebben a játékban. És ez egy olyan dolog, amit nem nagyon lehet még egy ilyen DLC-t, akkor mit csinálsz, hogy érted, akkor nem, nem tudom, hogy mi, mi, miről szólna az a DLC. Tehát nem azzal mentek, hogy mit tudom, itt, itt, van egy, itt van egy pack, hogy van benne 26 tapéta, meg 18 padló, meg mit tudom én lehet kis állatot, hiába vagy állat, hanem, hanem ezzel a megoldással. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog, hogy fog alakulni, és ez a DLC része a ennek, a, ennek, az előfizetéses csomagnak. Amíg megvan neked az előfizetés, addig használhatod. Amúgy pedig megvásárolható külön. Fogsz enni meg most megint? A, bele fogok nézni egyébként egy picit, mert tényleg egészen elképesztő, hogy mikkel bővítik az alapjátékot. Ingyen. A, például kertészkedés belekerül, főzés, egy csomó olyan dolog, amit vártunk így éveken át, és most egyben megkapjuk. Belekerül egy kávézó. Eddig mit csináltatok, ha ezek nem voltak benne? Hát... Pecáztatok mi? Én már nem játszok vele egy ideig, de hogyha van egy... Ez is tipikusan a projekt típusú játék, mint a Minecraft. Ha van egy projekted, akkor a végtelenség tudsz vele játszani. Ha nincs, akkor meg csak így, így egy idő után kikopik a játszott játékok közül. A Minecraft is nagyon sokáig ilyen típusú játék volt, meg van még jó pár ilyen, lehet, hogy tudsz jó példákat mondani, de van még pár ilyen, hogy... hogy a Minecraftban most már nagyon sok kontent van, ilyen story, meg mit tudom én, mehetsz questelni, szó-szó. De egy, egy, nagyon sokáig, amíg a Microsoft meg nem vette, addig arról volt szó, hogy, hogy, hogy építs magának valamit. És ha nem volt ötleted, akkor egy rohadt játék volt. De hogyha volt, akkor meg így bele tudtál rakni egy nap 25 órát. Az Animal Crossing is valami ilyesmi. Biztos van ilyen játék, de most nem jut eszembe. A, a az ilyen um, Civilization meg Humankind típusú játékok vannak a fejemben, mert ott, ott van az, hogy mindig görgesz magad előtt egy újabb és újabb projektet, ami, ami magával visz, de ott azoknál nincs meg az az opti opció, hogy csak lötyöksz a játékba, mert azok úgy vannak kitalálva, Igen. hogy mindig legyen valami projektet. Ilyen lötyögősökkel én nem, nem, szoktam. A Valley-t is ezért nem kezdtem el, mert így elmerülnék benne, de nem, nem érezném azt, hogy most akkor haladtam valamelyre. Vagy nem is tudom. Ok. Én a helyet, hogy a valley ben kertészkedek, próbálok az erkélyen. És nyilván az erkélyen való kertészkedésnek sokkal tragikusabb és lehangoló eredményei vannak, mint a valley ben De a nyár végén ettél három paradicsomot, és az is több, mint a, amit a Star ből kiveszel. És legalább bizottság íze volt? Nem, Kö Könny és vér íze volt. <laughs> Oké. Okay. Tudom, hogy ez nem tudsz sokat hozzászólni, ez a témához, de gondoltam, hozzuk fel, mert megjöttök izgalmas, biztos volt rengeteg más bejelentés is, csak ezek ugye az egész Nintendo az egy ilyen zárt dolog, tehát, hogyha téged nem érdekel a Metro vagy mit nem metró, metroid, Me Metroid, hmm. ha nem játszottál -e vele soha, akkor nem most fog bevonzani, hogy ó, próbáld már ki ezt, mert az összes játékuk az, a, a, a sorozat rajongóinak készül. Legalábbis én azt érzem, hogy kijött a Metroid, azt mindenki össze, összekrémelte a nadrágját tőle, én meg csak így néztem, hogy ok, ok, tök jó, biztos, de hogy egy eszembe nem jutott, hogy ezt nekem ki kéne próbálni. Kérdés, hogy meddig fog tartani ez a, ez a belterjes lendület, mert hogy a Nintendo az simán megél egyenlőre még azokból, akik gyerekként Nintendoztak, és most már szülők lettek, és lehet, hogy ők is ö, rá fogják szokatni a gyerekeiket a Nintendozásra, de hogyha folyamatosan, ennyi, folyamatosan ennyire maguknak gyártják a kontentet, akkor idővel lemorzsolódik. Persze van pár balek, akit behúznak, mint te, de, 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 de tényleg nem látszik, hogy, hogy nyitnának a nagyobb közönség felé de nem is szükséges, mert a többieknél meg az a baj, hogy ők meg csak a nagy közönségre nyitnak, és minden játék ugyanúgy néz ki. Szóval csinálja a Nintendo, amit csinál, teljesen rendben van, ügyesek, egyedi játékokat csinálnak biztosan, csak a magasabb szintű előfizetésnek expansion-nek hívják, és akkor békében leszünk. Hmm. Ok. Ha már a magas, hogy a, a közönség felé nyitásról beszélünk, történtek dolgok a Playstation házatáján is. Ja. ja. Egyik este megnyomták a gombot, hogy, hogy itt van a Steam oldala a God of a 2018-as God of War nak és mindenki nézett, hogy végül is, még csak a, a pénzes embereknek a prezentációjába is csak az uncharted rakták be, <laughs> és ezért feltételeztük, hogy jó, akkor idén év második felében, vagy jövő év első felében lesz Uncharted, aztán megint kell egy évet várni a következő PS exkluzívra, de nem. Gyakorlatilag logikus volt, de mégse gondoltuk, hogy egyszer csak így <laughs> majd felpoppan is így ennyi lesz. Hát még a State of Play-t se várták meg vele. Nagyon durva. Igen. Tehát a State of Play az, az következő héten volt. A, tehát az most, most, volt a State of Play, hogy ezen a héten, és múlt héten a God of tehát így tök köze volt egymáshoz a kettő, de valamiért nem akarták, hogy arról szóljon, gondolom, a State of Play. Furi, de én örülök neki. ja, nagyon a, örülünk neki. A egyébként. Playstation minél természetesebben kezeli ezt a határátlépést, annál jobb. Mert annál inkább bevett szokás lesz. És uh, csak itt tovább. Jön jövő csak év tovább. elején? Hát uh, igen, elvileg. Az külső stúdió csinálja most. Ezt az átíratot, úgyhogy uh, én már ebből nem tudok semmit levonni. A death-trending azt az, az, az külsőt csinálta talán, és jó lett. Nem a death-trendinget ők csinálták. Nem, az volt a, a fura, hogy a Horizon Zero Dawn-nak és az a death-trendingnek ne... ugyanaz volt a motorja, és a, a Horizon mégis az elején rosszul sikerült, a death-trending meg szinte hibátlan volt. Igen. Uh, a, az benne az igazán furi, hogy a Playstation megvette egy egész stúdiót, a Nixist, aki ilyen PC portokra van specializálódva, és nem velük csináltatják ezt. Úgyhogy lehet feltételezni, hogy a Nixistnek ennél még nagyobb projektje van. És Bizonyál mi lehet ez a... a még nagyobb projekt? Hát mi a Last of Us? Mit tudom én. Öm, most mondjuk azt is mondják, hogy a Naughty Dog házon belül csinál Last of Us remake-et. Remake? Ez amúgy egy ilyen... Fél éves hír, és csak teljesen elrepült a fejünk fölött, uh, még Jason Schreier is megerősítette, hogy volt egy ilyen belső stúdió, aki elkezdte csinálni, aztán a noti Dog átvette, aztán most nem is tudom, milyen kezeken van, de állítólag egy uh, Last of Us remake is készül, vagyis hát a, a második részhez biztos felzárkóztatják, és vélhető, hogy majd az egyszerre jön PS5-re, meg PC-re. De hogy a Nixisnek ez bármi köze van, azt nem, nem, tudom. Minden esetre elég nagy könyvtára van a sony ahhoz, hogy ö, több stúdiót is foglalkoztassanak a portolással. Várjuk nagyon ezt a, ezt a portot. Um, én szerintem a God of Four, kicsit most belekóstoltam a God of War-ba egyébként, és nagyon felnőttes játéknak érzem. Az. Oh, de hogy ez ilyen meglepően felnőttes, és nem arról, sz, nem úgy felnőttes, hogy izé pucérnénik vannak benne, hmm. vagy hogy fröcsög a vér, vagy hogy, vagy hogy ú, de komor itt a világ, hanem az egész hangvétele olyan, ami szerintem egészen egyedi. Ja, ez és egy olyan játék, nyilván bárki játsza, még nagyon sokan szeretik, de hogy e, 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 ez is apukáknak szóló játék, csak nem ja. úgy, mint a Nintendo játékok. <laughs> Az apukák nem a gyerekkorukat idézik fel, hanem a múlt kedjüket a Gadoforok keresztül. <laughs> Amit ehhez persze nem tudok teljes mértékben azonosulni, mert még nem vagyok apuka, de látom, hogy ők ezt, ezt nagyon érzik. Sok apukával beszélsz erről? Nem, csak né nézem Kratoszt, és látom a szemébe a csalódottságot. <laughs> De, de ja, tök jó lesz, hogy a PC-sek is most már megkaparinthatják ezt a játékot. Szintén ide raktam be egy másik hírt az Elden ring -el kapcsolatban. Nem tudom, ez mennyire jogos. Valamiért a fejemben úgy élt, hogy ez egy Playstation konzol exkluzív cím, de lehet, hogy nem. 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 PC-re tudom, hogy jön, az nem Igen. kérdés, de Xbox-ra nem tudok. Xbox-ra is jön, csak tudod így, Szoktak egymáshoz simulni, és, és van, hogy uh, mondjuk vagy a Playstation, vagy a Microsoft fizet azért, hogy az ő a... expoikon, meg az ő logójukkal jelenjen meg a játék, és ha jól tudom, akkor a, a, az Elden Ring közelebbi kapcsolatban van a sony -val. És ezért van az, hogy a, a Sony csatornáin belül több, több Elden Ring kontentet kapunk, mint máshonnan. Hát, meg a hát japán-japán A legtöbb, szóval... a legtöbb uh, From Software játék az inkább Sony felé hajlik. Így van, hát hát mégiscsak van egy Sony exkluzív játékuk. Igen, a, a Bloodborne csak az övék. Um, aztán jó, nyilván voltak ilyen pletykák, hogy még a, még a Microsoftnak is készül egy exkluzív From Software játék, meg egy exkluzív Konami, nem Kojima játék. Nem tudom, hogy ezek Egyre inkább kétlem, hogy ezek valós szivárgások voltak, és, és inkább csak, ja, egyszer találkoztak és, és gondolkodtak azon, de ki tudja. Minden esetre, igen, az Elterni közelebb van a playstation -höz. Viszont Lejön nem el. vagyunk közelebb a megjelenéshez, hiszen csúszik. De csak egy hónapot. It's fine, it's fine. Nem nagyon. Amúgy, ahhoz képest, hogy a japánok, a FromSoftware nagyon ráérzett arra, hogy hogyan kell úgy, tehát ez a nem feltétlen rossz hír szendvics, ez csak egy ilyen kicsit elveszek, meg kicsit adok is, mert mondták, hogy egy hónapot csúszik, viszont lesz closed network test, amire fel lehet iratkozni. Amennyiben konzoljátékos vagy. Amit megtettél. Megtettem, mert most már megtehetem, és akkor hogy a frazban, tettem volna meg, de hogy igen, annyi jó hír van ezzel az egésszel kapcsolatban, Kicsit, kicsit a, a multira ránéznek azzal a gondolom, a, a multifunkciókat akarják tesztelni. ez Az, hogy lesz egy ilyen zárt. zártabb teszt. Nekem ez nem a nem fura, volt. hogy. azért annyira nem volt sosem ezekben a játékokban komoly a, a multi infrastruktúra, hogy az külön tesztelni kelljen. Uh -huh. Most mi a vihar tesztelnek? Lehet, hogy ez már összetettebb. Hmm. Nem tudom őszintén, hogy mennyit fejlődött, vagy mennyit nem van 60-an a, a boszt <laughs> Mint egy a WoW-ban. Az, igen, az egy másik típusú játék <laughs> lett. Egy másik műfaj. Ki tudja? Mm, én nem bánom. Mondjuk még nem kaptam kulcsot. És akkor de... mi az új megjelenés? Február 25 azt hiszem csak egy hónap alatt volták. És a beta? Az november X, nem emlékszem pontosan. ND és beta lesz? annyit írtak, hogy close network tesz, majd lehet, hogy amikor jön az e-mail, akkor írják, hogy ja, egyébként ne beszélj róla. What, what is? Is. Hát nem what azért, annyira <laughs> itt content kreátorként, hogy, hogy lehet -e róla beszélni, vagy nem. De... Hát Figyelj, hogyha nem kapunk kulcsot, és lehet róla beszélni, akkor meg rosszul jártunk. Mert akkor nem tudunk beszélni róla. Csak a többiek. És elviszik a sok forgalmat. A figyelmet. Azok, azok aztán elviszik. A close network tesztek. Már is, már is visszaestünk a nézettségben a 6200. helyre a magyar gaming podcastok között. Őrizzünk ezt a 6199. helyet. Na, a következő hírcsokor az a kellemetlen hírek csokra, és nem tudom miért ment oda a well verified, de... De, de majd azt is megbeszéljük. Szóval az egyik az azt, hogy a GTA remaster már itt van a nyakunkon, annyira nyakunkon lenne. van, hogy nem is tudom mikor jelenik meg pontosan, de az, az pedig fontos lenne, mert benne lesz a Game Pass-ben is. Ezt tudtad? Nem. Most mondom neked, képzeld. Wow. Uh -huh. Úgyhogy még akár rá is fogunk tudni talán nézni, hogyha a Game Pass is együttműködő lesz. Most megint van 300 forintos Game Pass akció. Komolyan? Aha megnézem, működik-e. nekem már kezdi a... Nekem december elején, lejár. Kezdek a, aggódni. De hogyha most aktív vagy, akkor szerintem nem fog működni. Valószínűleg nem, de tudod, ez teljesen kiszámítatlan. Mindig feldobnak egy érmét, hogy működni fog-e vagy se. De személyesen végzi el egy, ember, a Microsoft irodájában, és csak ez a feladata, bejön egy, egy kérés, hogy én szeretném megvenni a 100 az fontot. Hát ez nem nyert. Szerinted miért ilyen lassú minden, meg a hulladék a Game Pass? mert minden egyes dolgot manuálisan csinálnak, még a letöltéseidet is. Én teljesen, teljesen elhiszem egyébként. Uh, szóval, uh, ahogy közeledik a megjelenés, egyre több dolog derül ki a remasterről, azóta már jött ilyen összehasonlító videó, amire a világ egyik fele azt mondta, hogy tök jól néz ki, a világ másik fele meg azt mondta, hogy nem igazán néz ki tök jól. <laughs> Gyakorlatilag vérmérségletől függően változtak a vélemények. Mi volt még hír ezzel kapcsolatban? Kiveszik a konfederáció zászlót a, a GTA 3 ból vagy a Vice City-ből, nem tudom, melyikben volt. Nem fog hiányozni túlságosan egyikből sem, de lehet, hogy integrális része az élménynek. Lehet, hogy azért már nem jön át a, a, a költő akarata, hogy kiveszik belőle ezt az elemet. Aztán mi volt még? Mondtak még dolgokat. Ja, hogy az irányítás átszabják a GTA 5-t. Irányítási sémájára például. Még jó, hogy nem a Red Dead Redemption kettőjére. Bár lehet, hogy amúgy kontroll erre mindegyiket jó játszani, csak billentyűzeten el hulladék. Ki az fogom összes. próbálni, de. Igen. Nyom meg a zét, ahhoz, hogy kicseréld a kereket. <laughs> de csak akkor, hogy a közben shift és az alt is levonta. Nyom jó meg, me meg a jobb oldali kontrollt a kézfogáshoz, de nem a bal oldali. <laughs> Mm, arról fogunk egyébként beszélni, hogy mi melyik oldalon vagyunk, vagyis nem tudom te melyik oldalon vagy, de szerintem borzasztó, tehát én minden reményt elvesztettem ezzel kapcsolatban, kusztustalan szarul néz ki. És ez van akkor, amikor hát jó, nem remake, de remaster, viszont de fantasztikus grafikai újítások lesznek benne, de hűségesek maradunk az eredetihez, de munkát sem akarunk belefektetni, és akkor ezekre a, a lópoli összetekre, húznak rá élesebb textúrákat, <laughs> meg, meg minden nagyon durván tükröződik. Úgy néz ki, mint a legtrógerebb diák uh, Unreal Engine 4 remaster demo. Mikor kirakják, hogy ú, <laughs> én most itt remasterelni fogom ezt a játékot Unreal Engine-nel, mert két hete feltelepítettem, is tök jól, <laughs> nagyon tetszik ez a program. Ez szerintem katasztrófa. Én nem Vagyok ennyire végletes véleményen, én csak azon a véleményen, vagyok, hogy megnéztem is, hogy hát ez kb olyan, amire számítottam, és nem voltak magasak az elvárásaim alapvetően. Az, az tényleg nagyon fura, hogy hogy itt a, ugye a kevés elemből állnak a, a karakterek. Tehát a, a háromszög fej, az egyen, azért háromszög egyen. fej, mert egy háromszög az alapja, és ahogy fejlődik a grafika, úgy ezek a modellek is egyre finomabbak. És ezek megmaradtak, viszont jön rá az éles textúra. És ezért te mondtad a Discordon, hogy úgy néz ki pár karakter, mint hogyha a Psychonauts volt lenne. Csak a És konkrétan én is, amikor néztem, a életes szembe jutott az egyik karakterről. Nem tudom melyik volt az, de egy az egyben úgy nézett ki. Ráadásul nekem még az is fura benne, hogy azért ezek a játékok még nem voltak annyira részletgazdagok. Ellenben most rájuk nyomják ezeket az új generációs vizuális effekteket, mint a, az újfajta világítás, meg tükröződés, és így tök üresnek tűnik a világ. Aha. Maga az a, a pálmafás jeleneten látszott a legjobban, hogy itt, itt semmi részletesség nincs, és ez régen nem zavart, mert régen ennyit tudtak a gépek, meg régen a grafikának a többi részén is látszódott, hogy ez, ez ennyi, és neked kell oda képzelni. Itt viszont egy fura diszonancia van, hogy, hogy bizonyos szempontból reálisak vagyunk, más szempontból meg elképesztően puritán és üres a világ, és a fű az csak egy ilyen zöld textúra, a szevasz. <laughs> és és a, park, a, a, a parkban van három pálmafa, és képzeld oda az összes többit. Az a baj, nem tudom, mire jó megoldás. Tehát most hmm. ugye a, az ellen ellenpont lehetne, hogy akkor most akkor ne is legyen ilyen, meg hogy örüljünk egyetlen frissítik. Um, fura, fura kérdés, hogy mi lenne a legjobb megoldás. De talán az, hogy ne 60 dollárért adják. Ja, vagy adják meg az opciót. Tehát, akinek jobban tetszettek a modolt megoldások, azok használhassák már a modolt megoldásokat, ne pedig lekapcsolják őket. Ez sosem volt opció. Vagy lehessen az eredetivel is játszani, és ne vegyék le mindenféle digitális helyről. Ja, Steam-en nem lesz fent. Tehát Steam-en nem lehet megvenni sem, de legalább cserébe lekerült. Na erről van szó, tehát ezt beszéltük múlt héten, hogy jó, nyugodtan remastereljétek, de hogyha ekkora hulladék lesz, akkor legalább adjátok meg az opciót. És nyilván most végtelenül negatív vagyok, és nem lesz ez ennyire rossz. De hogyha ráteszed azt, hogy, hogy nem lesz lehetőséged a másikkal játszani, hogyha korábban nem vetted meg, akkor az az, az már úgy problémás. Mert itt, itt stílusbeli különbségek vannak. Igen, ez tényleg gyakorlatilag másik játék, úgyhogy tök szomorú, hogy uh, levették, és nem szomorú, hogy nekem megvan, <laughs> ez a jó része, de hogy az, aki át akar élni ezt úgy, az nem tudja. És ez valahol azért pici történelem hamisítás is, hogyha nagyon nagy szavakkal akarunk gondolkozni, mert hogyha hát engem érdekel egy, egy régi játék, vegyük a Nintendo-t érted? Érdekel az, hogy én játszani akarok, uh, tudom én, valamelyik játékkal, ne a nintendo Nintendo-t vegyük, mert az buta példa, <laughs> hanem, hanem tör... half-life-val. Az egy jó példa. Tehát érdekel, hogy milyen volt a half-life. És akkor azt mondom, hogy oké, okay, akkor megveszem a half-life-ot a Steam-en, letöltöm, játszok vele, Esetleg rakok rá egy olyan pecset, amivel feletni fel lehet nagyobb felbontásba is, ha kell, nem tudom, kell Vagy mondhatom azt, hogy engem nem ez érdekel feltétlenül, hanem, hogy, hanem hogyha, hogy milyen lenne ma ez a játék, arra is van lehetőségem, mert az is létezik, az a verziója. De hogyha valaki így a történelmileg akarja ezeket, ezeket átélni, akkor meg ott van a, ott van a, a teljesen alap eredeti verzió. A GTA San andreas nem lesz ilyen. Az lesz az opció, hogy valakinek megvan Steam-en, és kölcsön adja. A Steam, hát igen, az egész Steam-jét kölcsönadja a, a másik az, hogy levadászod eBay-ről a lemezes verziókat. És veszel egy lemez meghajtót, amit most már senki nem szokott használni. Ja, csak egyszerű. Ja igen, a Half-Life valahol jó példa volt, mert abból készült egy igaz, hogy külsős csapat által, de egy remaster. Igen, erre gondoltam ami, ami, ami sokan panaszkodtak olyan szempontból, hogy mondjuk az elejét picit megnyújtották, meg a, 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 a sokkal részletgazdagabb lett a játék, és bizonyos szempontból ez elvett az egyszerűségéből a Half-Life-nak, és nagyon nem lettek volna boldogok az emberek, ha a Valve azt mondja, hogy jó, most már csak ez létezik, a másik meg, az meg idejét múlt. Meg kell hagyni a lehetőséget az eredetinek az átélésére szerintem, de hát ezt magyarázhatjuk opciók, mindig opciókat kell hagyni, és ez tök rossz hogy ez ez mennyire nem nem integrális része bárminek itt a társadalomban, ahol élünk egy társadalomban élünk Ákos az, hogy az, hogy az, hogy nincsen választásod az sosem okés és ez is valahol egy ilyen a, a saját kis mikrokozmoszában visszaköszön a, a videójátékiparnak. Cole Cassidy. Lesz-e választásunk? Nem. Hogy, 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 <laughs> hogy hívjuk. Hát Vagy is ki lesz csillagozva. Én is hiába mondtam, hogy ne hívjanak szemüveges bagolynak, mégis szemüveges bagolynak hívtak Tényleg? szóval. Óvodában? Nem, egyetemen. Te, te hívtál annak. Nem is igaz. Azért nem vagyok 60 éves, hogy ilyeneket használjak. Szóval, ja, Mekri megkapta a végső nevét, gondolom, ami Cole Cassidy lesz. Remek. Az olyan kábolyas név a Cassidy. Mekrit kitöröljük a történelemből. Én ehhez a témához annyira nagyon nem fogok tudni hozzászólni, mert tudod, ez ilyen slippery slope. Uh -huh. hogy csúszós a... lejtő Ja és uh, egyrészt nem tudom mit gondolok erről a témáról mert nem gondolkodtam ezen a témán hogy, hogy uh, milyen hatása lesz a játékiparra hát annak, pont hogy egy karaktert pont ek most a kell, most kell izomból most mondod a vélem... nem. <laughs> csak, csak elmondod a véleményed gondolkozás Jé. nélkül nincsenek gondolataim ezzel kapcsolatban a, annyi, hogy Azért ilyen három-négy hónapnyi overwatch kihagyás után nekem már elkezdenek kikopni a nevek. Uh -huh. Már nem úgy hivatkozok rá, hogy ez meg az, hanem a díva is mondjuk a Mekás Csaj, meg uh, videomaker is inkább csak a Sniper, mondjuk pont azokat mondom, akiknek eszembe jut a neve, de most, hogy kb. két éve nem overwatchoztam, a hétköznapi életemben nem nagyon fog befolyásolni az, hogy nem emlékszek a nevekre, és hogyha legközelebb be, bemegyek, akkor akkor már lehet nem is fogok emlékezni, hogy ő meg volt. Oké, okay. érdekes flex. Ezért jó az öregedés gyerekek, meg vannak az előnyei. Um, nekem, én gondolkoztam rajta egyébként. Na, Aki nem neki. tudna egyébként magát, a hírt, um, az van, hogy a, az a, az a blizárdos fejlesztő, akiről a nevét kapta Jesse McCree, kiderült, hogy annyira nem annyira jó fej. Vannak allegációk vele szemben. És uh, ilyenkor a Blizzard mindig tűzolt, és elhatárolódik, tudod, a helyet, hogy ilyen ne forduljon elő, ahelyett csinálnak ilyen látszati mm. Amik attól függetlenül lehetnek jó, hogy látszati intézkedések, de uh, ez alapvetően látszati intézkedés, hogy jó, akkor kiveszünk minden egyes utalást a a, megváltoztatjuk a karakter nevét is, és mindent kivettek. Tehát átírták a logókat. A, kivették belőle azokat a hang, az ilyen lányokat, mm -hmm. amik Mekrire hivatkoznak, mm -hmm. mert több ilyen is van benne. A cinematikokat nem, 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 csinálták újra, tehát az megmaradt, de azt hiszem most... Az, van még az... Azt hiszem az a, az a, megoldás itt, hogy a, hogy a McCree név az csak egy felvett név volt, tehát In Universe magyarázták mm. meg. És igazából a, most már így használja az, az igazi nevét, ami a Cole Cassidy, ami egyébként nem egy rossz név. Szerintem jobb, mint a Jesse McCree, hogyha csak így etimológiaileg nézem, de mindegy is. Alig várom, hogy a valamelyik nagyon mérges Twitter felhasználó Erőkele előkeressen valami Cole Cassidy nevű erőszaktevőt, vagy gyilkost, és mutassa Blizzardnak, hogy látjátok, ezért nem szabad ilyeneket csinálni. De nyilván itt nem arról van szó, hogy csak egy embert hívnak a világon Jesse McRinek, hanem az, hogy az egyik fejlesztő, meg, meg osztopos tagja a blizának bekerül nével a játékba, az valamilyen szinten egy tiszteletadás. És gondolom nem akarnak tiszteletet tiszteletet adni valakinek, akiről kiderült, hogy amúgy egy szarrágó. Igen, és megelőzendő azt, amit mindenki tud, hogy a világon mindenki egy szarrágó, <laughs> hogyha hatalom kerül a kezébe, minden fejlesztőről minden utalást purgálnak minden Blizzard játékban. Akkor a lore bukokat is át kell érni az egészet. Hát annyira nem, de például a, a Jeff Kaplannek van, vagy lenne, vagy lesz New Yorkban egy kávézója, és hogy azt is átnevezik. Úgyhogy uh, mindenkit érint. Nem tudom, egyébként tényleg gondolkodtam rajta. Én, a, én azon vagyok, hogy ez, ez egy olyan hegy, amint kár lenne meghalni, azon, hogy mennyivel rossz, rosszabb lett a világ most ettől. <laughs> nem érzem, hogy alapból nem érzem, hogy rosszabb lenn, lenne a világ attól, hogy nem nevezünk el piszopsít emberekről dolgokat. Um, de még ha ezt is érezném, akkor is ez annyira, annyira tipikusan ilyen, hogy is hívjam, jobb oldal bait? Lehet. Köszönöm. Hogy ez olyan dolog, amit lehozhat a Breybert, meg a, meg a Alex Johnson, -al, meg kicsodák, Lehozhatja vörös feje, hogy itt a PC kultúra elpusztott valamit, amit szerettünk és imádtunk, és így... Nem... De hogy ezen biztos vagyok, hogy sokan meg, meg, fognak halni ezen a hegyen. Mint fontos, hát fontos harc a PC elleni küzdelemben, vagy ami ilyesmi. Imádom, hogy ilyen, fel, ilyen, ilyen frissen jössz podcast fel, felvenni. Én csak teljesen frissen Én ennél frissebb még életemben nem voltam. Kedvenc témám a világom. Jó, akkor lapozzunk. Jéj, Paradox DLC-k! Beszéljünk a DC-ről, meg a Warner Bros-ról. Ja. Jó. Ö, megtörtént a nagy DC fandom, október 16-án, sok mindent vártunk tőle, és pont egyel kevesebbet kaptunk. Sok mindent vártunk tőle, Dó? Nem. Én két dolgot vártam, ezért mondom, hogy egyel kevesebbet kaptunk, mert az egyik dolog a Rocksteady játékából gameplay, amit nagyjából kaptunk, ha más nem In Engine pillanatokat, és nem csak egy cinematik előzetest. Tényleg, az is volt. A másik, amit szerettem, vagy szerettünk volna, az egy Gotham Knights megjelenési dátum. Ehhez képest megint kaptunk egy sztori mesélős előzetest, amivel Alapvetően nincsen baj, de nem vagyunk vele előrébb, nem tudtunk meg igazán olyan információt, amit eddig ö, ne tudtunk volna, és amit ennyire nagy dobra kellett volna venni. Szerintem inkább az volt, hogy ők. nyilván fejlesztenék tovább a játékot, még nem akarják újraindítani a marketinget, de DC Fandomon mégis meg kell jelenni valamivel, mert ott van a csőben ez a megjelenés, ezért. hoztak egy sztori előzetest megjelenés viszont nem volt. A, a Rocksteady játéka viszont egyre érdekesebbnek tűnik. Mutattak újabb ö, karaktereket a Justice League-ből, mert közelebbről láttuk a Suicide squad a tagjait, meg a képességeiket. Én totál elfelejtettem, hogy a, hogy ez ez, ez ez ennek az az alcíme, hogy Kill a Justice League, Én és ilyen az. örömteli, ör, örömmel láttam, hogy ó, tényleg ez egy izgalmas koncepció. Jaj. És akkor láthattuk a gonoszátett go, gonosz Justice League tagokat, akiket nyilván nem fog megölni, spoiler, hanem valószínűleg valami olyasmi van, hogy ja, Amanda Waller is mutatkozott. Igen. Szóval valami olyasmi lesz, hogy ó, Rex Luthor az elméjüket a lila színű Kryptonittal, és le kellett foglalni őket, ha még elpusztítjuk a, gonosz? Vagy Brainiac mögött ott Alex Luthor? Mindenki mögött áll valaki. Brainiac. És Lex Luthor 99%-ban Lex Luthor. Wow. <laughs> Úgyhogy nem tudom, csak legszúdva szokott szórakozni a is színével. Apparently. Mindegy, szóval biztos van, ilyesmi lesz, de ez izgalmas koncepciónak tűnik, meg tetsznek a karakterek, meg ar arra is mindig így az agyamat vissza kell kanyarítani, hogy ez abban az univerzumban, ez a Rocksteady univerzumban játszódik. Így van. Amiben az Asylum, vagyis az Arkham játékok ellenben a Gotham knights ami nem játszódik abban az univerzumban. Igen, de közben meg sztori szempontból a Gotham Knights az, ami szinte lehetne közvetlen folytatása, hogyha hunyorogsz. Igen. A, a, a Suicide Squad meg, ja, hát nem, persze, nyilván ez is ilyen fantasztikus világ volt, de nem ennyire. Volt egy, egy, egy ilyen visszafogott földhöz ragadsága azért az Arkham uh, játékoknak, de mindenképp annak az univerzumnak a folytatása, erre rá is erősítettek azzal, hogy az Arkham kezdődik az előzetes. Konkrétan, a ahol felsorakozik a négy Suicide Squad tag, mármint ahol le vannak kötve, az az, 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 az Arkham szobá, az első, első verekedős hely. Úgyhogy, ja, fullban nyomják a kontinuitást. Na jó főleg már én, én, nekem óriási csalódásnak tűnik már jó előre ez a Gotham Nights többi baromság, úgyhogy nem is bánom, hogy, hogy így egy ilyen, egy ilyen, laza bal lépéssel, mármint balra lépéssel kicsit más vizekre viszik ezt a Rockstar univerzumot. Nekem tetszik. Ja, még az nyilván az jövő zenéje, de kíváncsi leszek, hogy kezelik a Batman problémát hogy előveszik újra, vagy, 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 akkor az Arkham Knight befejezésével megyünk tovább, és annak melyik iterációjával, tehát melyik elmélettel, hogy mi történt. Hát szerintem így viszont nem lesz benne Batman. És akkor Elég egyszerű. tehát igen. így is van, vagy 6, 5. Láttuk a Flash-t, igaz? Green lantern -t, superman -t is láttuk már. Wonder Woman is benne volt. Igen, a valaszója aztán biztos volt még 33 dolog, amit nem vettél észre a Suicide Squad Kill the Justice League előzetesben, és mi se. De majd mások megmutatják nektek, hogy mi volt. Mi volt még ott, mire utalgattak? De tisztára várom, csak szeretném már látni, hogy hogy fog ez monetizálódni, meg hogy lesz játékban, ját, játék kilag. hogy fog ez alakulni, mert ugye ez egy négyfős kóp. Ja, mm. Hát nem véletlenül dolgoznak rajta 2015 óta. Mert hogy dolgoztak rajta egy ideig, aztán meglátták, hogy az Avengers mit csinál, és hogy mennyire nem nincs jövője ennek a koncepciónak, akkor megint dolgoztak rajta még egy csomót, és hát ha kialakul belőle valami. Nyilván nem biztos, hogy hatással volt rá az Avengers, de az, hogy nem jön be egy Marvel négyfős live service kóp játék, az ott, ott, elgondolkodtatott pár ember. Szerintem a rocksteady vannak annyira értelmesek, hogy lássák, hogy nem azzal volt a baj, hogy négy fős Marvel kóp, hanem azzal volt a baj, ahogy hogy, hogy nem volt igazából gameplay mögötte, hogy szarok voltak a pályák, hogy unalmasak az ellenfelek. Mi? Nem hiszem, hogy a rocksteady ez probléma. Tehát ha azt mondják, hogy oké, okay, mi viszont ezeket jól csináljuk, akkor mondhatják, hogy nincs mit ehhez hozzátenni. Tehát, hogy ez működni fog a, a mi játékunk, ahogy nem működött mm. az. Uh, viszont most állítólag van egy pozitív példa az egészre. A Galaxis Őrző állítólag jó lett. Uh, Zoli azt mondta, aj, hogy aj. évjátéka. Évjáték a srácok. Igazad, de Slup-ban nem játszott. De évjátéka lett. Hát mérökő vele, hogyha látszik rajta, hogy szar. <laughs> Megnézte az előzetes csúnya volt a grafika, nem kell vele játszani. <laughs> És... Uh... De hogy még a, a normális emberek is azt mondják, hogy egész jó. Én én nem tudok túllépni a grafikán, szerintem borzasztó van ocsmány. De nem úgy ocsmány, hogy alacsony a textúra, mm. vagy ilyesmi, hanem úgy, hogy, hogy elmosod a textúra. Nagyon éles minden, de én túl éles. Minden annyira mű, hogy egyszerűen nem tudom magam túltenni rajta. De az is egy olyan játék, ami 4-5 fős kóbnak néz ki, de aktuálisan single player játék. Yeah. <laughs> szóval most már nem tudom, hogy... Hogy, hogy mit várunk, mit várjunk a, a Suicide Squad-tól? Hát ugye, a, a Galaxy sörzői is az a pár kritika, amit megnéztem, azt mondta, hogy nagyon karakteres a játék, nagyon hangulatos, meg jó a sztoria, meg, meg vicces, de hogy a gameplay. Tehát mindenki azt emelte ki, hogy a gameplay az nem, nem sokkal jobb, mint az Avengers. Valamivel oh. jobb, de hogy repetitív, és nem annyira izgalmas. Uh -huh. Meg hogy az maga, önmagában nem tudná fenntartani az érdeklődést. Hát nekem egy ilyen box standard játéknak tűnt, öm, nagyon kiállt az, össz, tehát az összes ilyen puzzle idézőjelben, meg, meg, meg a, maga a, a platformozás továbbhaladása pályán, az kiállt, mint egy fájós hüvelykúj. Mm. Legalábbis nekem olyan volt, hogy, hogy minden ellátszott, mint a meg amikor máshogy meg az trikla, ami le fog esni. <laughs> tehát minden ellátszott, hogy azért van ott, hogy akkor ott használd a háromszöget, és megnyomod a háromszöget, és akkor megtörténik a továbbjutás végül is a pályán, csak valami még le is játszódik, valami animáció. Szóval biztos a remek, csak, uh, csak nem biztos, hogy remek. Egyszer kipróbáljuk, ha hát, bekerül ha évjátéka, a Game Nézd, évjátéka. Ez, ez, mindegy. Ez egy szar év, de azért ennyire nem. Na most nem mondhatod el, hogy ez egy rossz játék, mert akkor olyan vagy, mint Zoli. Nem játszottál vele, és azt mondott, hogy rossz? Hogy van ez? Ez tény. Nem azt mondom, hogy rossz, azt mondom, hogy kizártató, hogy az évjátéka legyen. Mi jelent meg ide? Hát a Deathloop. Jaj, tényleg? amiről beszélünk régóta. Ezzel meg fogok halni ezen a dombon, de hogy ha valami elismerést érdemel a galaxis őrzőivel szemben, az a Deathloop. Úgyhogy még nem játszottam végig. Már a vége felé vagyok, de még mint egy utolsó kis, 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 kis csemegét a deszertes tálból. Még maradt egy, egy pici, egy utolsó kis torta szelet, Azt még így megtartom. És, és nem sokan rávettem magam nyilván, de hogy az, az, még, az még ott van a, ott van a, 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 tányéromon. Reméljük Jeff Kill is így gondolja, és jutalmazni fogja a Game Awards-on decemberben. Tudtá Most már te Jó, persze pont leszarad, nem, de teljesen irreleváns, és nem is tartozik sehova, de hogy mindjárt itt van november 7-e, és lesz hír a Mass Effectről. Vagy nem? <laughs> Mert az is simán benne van, hogy legutóbb kihoztak a Game valamit, hogy lássuk, hogy készül az új játék, de mivel még annyira korai fázisban vannak, idén simán előfordulhat, hogy ja, a community rajzolt nekünk egy új Liarát. Nézzétek, milyen szép festmény, dolgoztak rajta tíz órát. Mert hogy szokott jelenni az üres években, hogy a community. Igen, meg mindig meg... él. Uh -huh. És a jó, végül is egész éppen erre a napra vártam, valami nyomjatok, de mindegy. Emlékszem a cyberpunkról is az első fél évben mindig csak az volt, hogy community spotlight. Ja, meg ilyen nézé statisztikák, hogy az emberek 64 millió 213-szor haltak meg, és ebből csak 17 millió volt crash. <laughs> Melyik az a játék, amelyiket bejelentették már vagy három év, és azóta nem, láttunk látunk róla semmit? Starfield. Starfieldről láttunk képes. Jó. És... Pont a múlt héten néztem egy Dev Diary videót a Starfieldről. A Settle Systems? -t? Igen, abszolút semmi nem volt benne extra content, de elmondták, hogy hát itt aztán nagyon jó lesz. Én a Settle System az előzetes kapcsán többentem rá, hogy ez nem idén novemberben, hanem jövő novemberben. Nem tudom, miért gondolod, Én, mi én úgy éltem az meg... egy... Én 2021-et úgy éltem abban a tudatban, hogy novemberben jön ez a hülye játék. Nem azért, mert várom, nem azért, mert kifejezettebben érdekel, de valamiért úgy regisztrálta az agyam, hogy ez, ez, hamarosan jön, és már éppen panaszkodni akartam, hogy mi, hogy van az, hogy novemberben jön a játék, és még mindig csak dev vannak, aztán láttam, hogy oh. hogy 2022, 11, 11, és akkor, hogyha 11, 11-et összeadod, az is 22. Igen. És akkor 2022, 22 nagyon ki van találva. nem idén jön úgyhogy ha hát ti olyan hülyék viag... vagytok, mint én akkor tudjátok, hogy nem idén jön az 5. november 11 az a másik szempontból is kozmikusan fontos időpont jön a 64. Skyrim remaster? hát nem az, de igen, Skyrim akkor jelenik meg általában hát... az éves Skyrim megjelenés ünnepe minden évben megjelenik valamire a Skyrim két november 11-ig most újra megjelenik mindenre két dolog történik meg minden évben és majd 2600-ban is ez lesz hogy november 11-én két dolog fog megtörténni, az egyik az, az hogy megjelenik a Skyrim, ez útra egy újabb platformra, a másik az, hogy megjelenik a, a, a CK3 Cort DLC-nek a legújabb dev diary Ja, azt hittem a CD Projekt Rednek egy üzenete, hogy bocsi, de csúszik. Arra, arra még gyorsan térjünk ki, mert a paradox ez egy külön téma lesz. Öt, 2022 első negyedévére tolták a Next Gen Cyberpunk 2077-et, és 2022 második negyedévére a felújított witcher amit egyébként nem is a CD projekt csinál, hanem kiszervezte a Saber interactive -nek. De hogy úgy néz ki, hogy most már nincs annyira kedvük megnyomni a piros gombot akkor, amikor nem áll készen a játék, hanem tolják, 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 amíg el nem készül. Várjuk, szeretettel. Kicsit fölöslegesnek kérdeztem ezt a témát, főleg mert most megint visszakanyarodunk a Warner Bros-hoz, ahonnan jöttünk. Hát de arról még akartál kicsit beszélni, nem? Vagy hogy kanyarodunk vissza? Ja, hogy most te most akarsz visszakanyarodni. Hát igen, mert a két is vagyunk. warner Beszélj, téma közé beraktál egy fucking cyberpunkot, amire már senki nem emlékszik egyébként. <laughs> Pedig még csak tegnap volt. Mint még, ha tegnap lett volna most lesz egy éve, hogy megjelent. Alig várom, hogy mivel készülnek. Ja, hogy te nagyon, nagyon készültél arra, hogy a... ez egy re-release lesz Next gen együtt, és uh -huh. neked mondom most így a szemedbe, hogyha esetleg nem hallottál volna róla, hogy ne készülj. Készült a franc, de hogy az lett volna logikus, de nyilván a Covid keresztül húzta a számításait. Csak azt írták, hogy we nem tudom, is, is kell Nem is neki tudja, hogy ez a kifogás. Um, kiszivágott pont ma, Úgyhogy volt szivárgás, úgyhogy lehet, hogy ennek a podcastnak is az a cím, hogy szivárog a Warner Bros., vagy nem tudom. Hogy a Warner Bros. dolgozik. A Warner Bros. nagyon ráállt arra, hogy ők létrehoznak egy Warner Bros. univerzumot. És ezen nagyon dolgoznak már egy ideje. Ugye az egész uh, Bugs Bunny kettő visszatér, az csillagok közé című film is erről a szólt. Space Jam. Az, a Space Jam 2 uh, is arról szólt, hogy, hogy körbe az összes Warner Bros. Mm. Uh, tulajdont tehát mindennek is volt kameója benne. Trónok harcának, mindennek, Harry Potternek, mindennek. És a következő lépés az, az hogy kihoznak egy verekedős játékot, valamiért ennek, hogy verekedős, oldézetes verekedős játék, ami gyerekeknek szól, és gyerekkarakter, és ilyen, jó, nem gyerekeknek szól, gyerekeknek, és gyerekszívű felnőtteknek, nagyon visszafogtam most egyébként magam ezzel kapcsolatban, de hogy a Super Smash Bros. Bro. Super. Super Bros. Super Mario Super Bros. Bros Mario Brawler. Bro. <laughs> Super Bro Brawler. Mario roller Szóval az is, az is ugye, a Smash Bros. Igen. Az is óriási siker, és akkor ott is mindenki benne van már. Pikmin is benne van, meg, meg Steve a Minecraftból is benne van. Jó, de az Nintendo az Nintendo. De Kiméve hogy a, ezt, a, ami nem Nintendo. A Warner megirigyelte, és a Warner most amellett, hogy, uh, hogy, hogy próbálja szóval az univerzumokat, a másik nagy projektje, hogy tönkret a gyűrűk urát, úgyhogy uh, ki, ki, kihoznak egy, uh, egy, egy, ilyen verekedős játékot, amiben egymásnak eshetünk a Warner Bros. leghíresebb és legikonikusabb karaktereivel mindenkivel, akit megvettek. És ezről még nincsen hivatalos bejelentés, de már kiszivárgott egy kép a felhozatalból, és benne van, várj, megmondom emlékezetből. Na. Steven a Steven Universe-ből. Ja, azt hittem, ez Chowder. A másodikat. A második az. Az első az, a, az egy saját karaktere a, a játéknak. Aztán benne van. Benne van Segi. Én Bozont nézem. Csak hogy ellenőrizzem. Valaki ki fog maradni. Benne van Bozont. Benne van. Öm, Hát ugye a gyűrűk ura miatt Gandalf. <laughs> Pont illik bele. Benne van Rick, a Rick and Morty-ból, aztán Bugs Bunny, Superman, Wonder Woman, és még egy rajzfilm karaktert tudti kihagytam. Van még Batman, Harley Quinn, Tom és Jerry szerintem ilyen tech team lesznek, ja, és, és az Adventure Time-os Finn finish... és... Magam sincs. Nem tudom, hogy Valaki -e az Adventure a... Time-ból. A két Adventure, Adventure time főszereplő. Mind a kettő az Adventure Time-ból benne van. És a krófoknak bunyó, bunyózni. Remek. Várjuk szeretettel. Uh, egyébként nagyon érdekes, mert tényleg most uh, el kell most elkezdte Orba szájba reklámozni. A, a mobilon jön ez a Lett egy új gyűrűk játék. Ugye jön a film. Mm -hmm. Úgyhogy készítettek egy ilyen cash grab undorító. Gyűrűk Ura, uh, Clash of Clans játékot, csak filmes uh, még filmes licenszel mm -hmm. és akkor nyilván ott uh, nagyon jó, de a reklámjaik azok pontosan ugyanolyanok, mint az összes többi ilyen undorító játéknak reklámjaik. Ó, lássuk, kit dob, biztos láttad ezt, hogy nem. ó, kit, kit fog nekem dobni ezúttal vajon? Ó, ne, pont a hobbitokat dobta, vagy a törpöket <laughs> na, nem baj, felépítem itt is, általában itt tudom átugrani a videót hmm. Uh, ami az érdekessége, és ezt senki nem fog értékelni, de azért elmondom, hogy én még így nem láttam, de egy kis bannerben, így reklámozza a játék, kis bannerben, hogy ugye játsz vele, amikor éppen nem videó megy, akkor is banner megjelenhet YouTube-on. És ott van Aragorn, és nyilván filmes Aragorn, megrajzolva a játékon belül, és mellé van írva, hogy Aragorn 2. Mint hogy a második része Aragornak? Aragorn 2. Vagy egy Aragorn játéknak a második része? Nem, hanem hogy ez a karakter benne van, második Aragorn. Ami azért durva, mert ez soha nem jön fel, de ténylegesen az az Aragorn, akit mi ismerünk, ő a családjában a második Aragorn. Nem tudom, nem az apja volt Aragorn, mert ő Arathorn volt az apja, de volt már előtte egy Aragorn és mivel ők ugye királyi sarj, meg gyakorlatilag királyok, ezért így számolgatják magukban. Mint Amerikában néhány család számolgatja, hogy... Jaj, harmadik... Nem a közvetlen testvérét hívták Aragornak. Nem, hanem valamelyik felmenője Aha. volt már Aragorn, és ezért ő volt második Aragorn. Ő második Aragorn. Tehát neki ez a hivatalos neve, hogy második Aragorn. Ez a filmekben nem jelenik meg, és a könyvolvasók 95%-a sem tudja. És mégis úgy döntöttek, hogy így írják ki. Amit nem tudok hova tenni, ez vagy ilyen őrült figyelés a Tolkieni mitológia legapróbb részleteire, vagy van ötletük arra, hogy majd egyszer az első aragornal fogják bővíteni a játékot, és mindenki kedvenc karakter a gyuri univerzumból első Aragorn, vagy hogy bevonzák az olyanokat, akik amúgy tudják, hogy mizú. Nem tudom, nem, fura volt. skinként skin bármikor el lehet adni. Hogy és aragon? Aha, akkor, mert hogy a karakterrel nem kell variálni, a movesetje lehet ugyanaz, mert hát aragon és aragon. De... Azt sem tudom, van-e benne moveset, mert néha ez a játék uh, brawlernek tűnik, néha meg stratégiai Crash of Clans-fosnak. Lehet amúgy az egész egy fejlesztő csapatból egy ember volt, aki valóban szereti a gyűrűkulát, és a szívét, lelkét beleölt ebbe. És odaírta. Hát, oké. Ok, ok, ok. De már is, látod, beszéltünk róla, szóval meg ez Lát. működik. Na jó, beszéljünk a Paradox DLC-kről. Azok után, hogy szeptemberben már egy éves volt a Crusader Kings 3, és nem jelent meg hozzá semmi épkizlap DLC, nyilván voltak content pack vagyis egy rendes content pack, az Északi Királyságok, meg ilyen kozmetikai dolgok. Ezek után a tróntermes DLC továbbra se akar megjelenni, 2021-ben sem, hanem majd valamikor, talán 2022-ben. Jött egy fekete keretes írás, hmm. hogy hát ez nem, nem fog menni srácok. Majd 22-ben újra nekiugrunk ennek a dolognak, ennek a megjelenésnek. Addig pedig <laughs> olvassátok a Dev diary -ket. Amivel amúgy nekem, mint kocajátékosnak ezzel nincs nagy problémám, viszont a hardcore paradoxosok nem tudnak magukkal mit kezdeni, hogy de eddig nem ez volt, eddig jöttek három havonta a DLC-k, és mindenki nagyon boldog volt, és mindig új tartalmakkal lehetett játszani. Én annyira szívesen élődnék beszélgetni a marketinges csapatokkal, meg úgy általában a, mondjuk a projektmenedzserekkel ott, mert nagyon egy káosznak tűnik kívülről ez az egész. Hm. Éljük, érte őket régen igen az, hogy, az, hogy túl gyakoriak a DLC-k. De a túl gyakori, meg a másfél évente jön egy nagy dlc -ak között, van egy kis arany középút. Van ahol. egy kis arany középút, <laughs> És értem, hogy most, ez valószínűleg most jelent volna meg, ez csak valamiért csúszik. De hogy közben meg egyszerűen érezhető, hogy nincs elég ember a munkákra. Hmm. Tehát ki fog ez a DLC, és igazából kevesebb lesz benne az a kontent, ami ténylegesen munkaó, tehát kevesebb munkaóra lesz benne, mint egy, egy uh, Total War DLC-vel, ami meg így kijön négy havonta, és felanyiba kerül. Úgyhogy ez az egyik oldala, a másik oldala meg, hogy... Uh, hát, hogy, hogy, hogy igen, nem bánom, hogy, uh, hogy elindítottam most egy új sorozatot, mert ugye vártam, hogy jön a DLC mm. majd azzal, és gondoltam, hogy jó, elindítok egy új sorozatot, de akkor lehet, hogy le kell ülni tíz rész után, mert mm. az új DLC, meg az új patch, hát nem kell. Nyugodtan. Nyugodtan még ez, ez eltart egy darabig. Végére érünk ennek, ne aggódjatok. És akkor még a másik az az, hogy uh, bejelentettek új Paradox DLC-ket. Az EU4-hez is jön egy DLC, az a címe, hogy uh, fogalmas nincs mi az. Origins. Nem tudom, szerintem így most már rákeresnek a leggyakrabban használt címekre. Le legutóbb volt a Leviathan, annak se volt értelme, ennek az Originsnek annyi értelme van, hogy Afrikára fókuszál. Hmm, azt hittem egy reboot dlc -re. um, és ez jön november 11-én, és majdnem egyszer jelenik meg a Hearts of Iron 4 DLC-vel. És ezt már múltkor is kérdeztem, hogy miért jelennek meg egyszer a DLC-k, mert így teljesen logikátlan, hiszen általában azért nagyon durván átfelések vannak a Paradox játékosokon mm. belül, de hogy így, így szeretik egyszerűen kijönni a DLC-ket. Fene se tudja, hogy miért. Lehet, hogy nekik ez így bejött, mindegy. Meg uh, Stellarishoz bejelentettek egy új DLC-t, ami nem tudjuk mikor jön, de az meg a ilyen Aquacic Pack, szóval most már ehhez delfinnel is. Ez egy ilyen pici DLC lesz, fajokat fog tartalmazni, meg minimális játékmenikákat, amik nagyrészt kimerülnek abban, hogy kapsz egy módosítót. Az a játékmenik, hogy kapsz egy módosítót a, mm. a fajodra mínusz 10 consumption, meg Na És Nagyon... ez a delfines dolog, ez ilyen galaxis utikalóz utalás, vagy csak úgy hát a már a alapvetően intelligensek. Nem, az van, hogy aquatic-nak Aquatic hív, hívják a DLC-t, tehát vannak benne olyan, igazából ezek ilyen portrék, meg hajó, mm hajó -hmm. skinek, meg, meg mondom, én, minimális dolgok vannak benne, és akkor és akkor az egyik ilyen portrépek, vagy az egyik portrétípus az a delfinek, mint intelligens lények, meg vannak, nem tudom, van még vagy kettő, vagy három benne. Hát intelligensek, intelligensek, de akkor nincs űrjáró lények. Nincs hüvelykújuk, hogy űrhajót építsenek. Ahhoz nem kell hüvelykúj az űrhajó építéshez. csak tudod? egy jó... Láttál-e már olyan... Tehát épített már valaki olyan űrhajót, akinek nincs hüvelykúja? <laughs> Nézd, én hüvelykulját együtt sem tudok építeni, szóval... Az egy dolog, de vannak olyan fajtásaid, akik igen. A rátermettebbek, a krémje. <laughs> Oké, okay, akkor fuck, fuck this DLC. Írd meg a paradoxnak, hogy nyomják fel a seggükbe a delfinjeiket. Nem, <laughs> tök jó, örülök neki, úgyse ezt elállítszózok. Meg, meg szeretem a delfineket, szóval igazából mindenki boldog lehet ennyi, ennyi az összes a paradox házatáján, úgyhogy 11-én, november 11 amúgy az a paradox, az az EU4 nap, mert az EU4 november 11-én jelent meg. Nem. Hoppá, <coughs> figyelek. <coughs> Ki, <coughs> <coughs> kíváncsi voltam, figyelsz Öhm, Akkor kezdődik a játék. És ezért november 11 a EU4 nap, gondolom ezért jelenik meg akkor. És, és lesznek benne Mission Trik meg a judaista vallás az kap egy uh, külön mechanikát. Nagyon idéző még igazából, Riskin lesz egy másik, a reformáció mechanikához, ha ez valakinek mond valamit. Meg uh, kicsit frissul a térkép, úgyhogy... Jaj. Jaj. Várjuk szeretettel. Mindenképp. Jönnek új achievementek. Ajaj. Ja. Durva lesz. Na mi a játszom a Ákos? Már csak egy hajszál választ el, hogy befejezze magad a Fort, de azon túl semmivel. Semmivel játszottam. Köszönjük szépen, hogy itt van. Én most már úgyhogy nem játszottam semmivel. Majd talán fogok. És a csodálatos paukembőr? Hát a csodálatos paukembőrt elkezdtem, az nagyon jó, de majd inkább később beszélek róla bővebben. Jó, akkor ez egy remek szegmens volt. Ugye mindenki kedvence? Ezt szeretik, hogy ilyen effektívek vagyunk, gyorsak, nem beszélünk félre, nem beszélünk mellé. Nem ja, beszélünk. Soha. Az a kedvencünk, amikor nem beszélünk. Köszönjük a figyelmet, ennyi voltunk mára, jövő héten érkezünk hírekkel. Is. Is. Sziasztok. Pápa.